én vagyok a transznemű nő. Tehát a transzneműség az azt gondolom az alapvetően jelzi azt a változást, hogy megyünk A-ból B-be. A transzneműség esetében itt arról van szó, hogy itt van egy nő, meg van egy férfi, akinek a testét passzintják a lélekhez. Én például nem szeretem ezt a transznemű bélyeget. Mert az én fejemben a transzneműség az a születéstől tart addig az állapotig, amíg el nem jutsz a váltásig. Azt látom, hogy alapvetően transznemű emberek nagyon nagy része nem jó módú és nem tehetős családokból jön, hanem mély szegénységből akár. Nagyon nehéz, napról napra lehetetlen, végrehajthatatlan dolgokat látni magad előtt. Vagy, tehát azt az életet látni, amiben senki nem támogat. Én amikor 17 évesen odaálltam bárki elé, hogy én egyszer egy felnőtt egészséges nő leszek, akkor senkinek a szemében nem volt meggyőződés. Mindig lesz valaki olyan, aki téged majd megbélyegez. Ha valaki belülről meg tud nyugodni, és ő maga hisz abban, hogy ő az, ami, akkor én hiszem, hogy a világ sem fogja megkérdőjelezni. Hozzám olyan kérdésekkel fordulnak, amihez nem én vagyok a megfelelő. Tehát sem nem vagyok egy jogi szerv, sem nem vagyok orvos. Én magam is mindenkit a Transvanillához küldök. Nagyon szuper, hogy mondhatom azt, hogy a Transvanillának tessék írni. A Transvanilla információt tud eljuttatni, ami alapján az egyes személyek tudnak lépni. Ha már van ilyen, hogy 1%-unkat valahova utalhatjuk, akkor azt gondolom, hogy érdemes megtenni. És a Transvanilla egy olyan szervezet, aki mindenképpen azt hiszem, hogy egy olyan magasztos dolognak az élén áll, és olyan kétségbe esett embereken tud segíteni, akiknek lehet, hogy semmilyen más lehetőségük nincs információhoz, vagy lehetőségekhez jutni, mint a Transvanilla. Tehát ne felejtjük el, hogy május 22-éig el kell utalni az 1%-unkat, és ez legyen a Transvanilla.